és ezúttal Szabó Krisztofot köszöntjük nagy szeretettel, a Digisport szakértőjét, illetve mit tudunk még, amit elmondhatunk rólad? Földig ér a lába. A két füle között van a feje. A francia futball felkent szakértőjét, a magyar Julian Laurent. Jézusom, azért ez már nagy nyomás. De ha arra gondolsz, amit tegnap esetleg kiraktam, akkor az az, hogy igen, azon szerencsések közé tartozom, aki lefordíthatja az Arsène Wenger önéletrajzi könyvét, ami októberben fog megjelenni. Ugye ezt többet magaddal csináljátok? Olyan szempontból nem. Tehát a fordítás nem, az úgy néz ki, hogy egyedül. De maga az, hogy hogyan jutott el egyáltalán ez az egész, ehhez a ponthoz, az csapatmunka volt. Mert hogy nem akarom az egész történetet, mert borzasztó hosszú, és nem is tudnám szerintem feléleveníteni, de hogy tavaly évvégén jöttek ki a hírek, hogy akkor kész a kézirat, Wenger már szépen megpihen, és akkor egy év múlva megjelenik. És akkor már írtam a leendő kiadójának, hogy ha lehet, ha Magyarországon, akkor én nagyon szeretném. Tehát légy szíves, már akár fizetek is. És aztán nem jött semmi válasz, tehát hogy nem is egyáltalán nem tudtunk kontaktba lépni. És aztán valamikor a koronavírus idején, akkor nagy nehezen ilyen könyves ismerősökön keresztül ki tudtuk deríteni, hogy akkor ki ott a kapcsolattartó, aki válaszolt, hogy köszönjük szépen, a jogokat már eladtuk egy közvetítőnek, úgyhogy én nem tudok segíteni ebben. És aztán mondtam, hogy oké, csak akkor a közvetítőt eláruljátok, hogy ki? Nem áruljuk el. Akkor írtam egy levelet, hogy akkor légy, valahogy juttassátok el hozzá. Nem juttatták el, vagy nem lett ennek semmi folyamánya, és aztán utána az arzenálos fiúk, illetve Galambos Ádám, ugye a Spilleres Galambos Daninak az öccse, aki könyvben utazik, rajtuk keresztül megtudtunk olyan utakat, vagy egy kicsit visszatudtuk úgy fejteni, és aztán valahogyan ez így összekapcsolódott ez a két vonal, és aztán így most úgy néz ki, hogy akkor a partvonal kiadónál landolt a dolog, ami ugye a Lírának egyfajta ilyen albrendje, leányvállalata, nem is tudom mi, de akkor most úgy néz ki, hogy ez sinem van. Úgyhogy a következő 40 napban ne beszélgessünk, mert én egy alaksorban leszek, és fordítani fogok. Na hát gratulálunk, szerintem ez egy nagyon komoly elismerés, meg egy nagyon komoly eredmény, hogy ha valaki mondjuk pont az egyik legfőbb kedvencének az életrajzáról fordíthat, vagy azzal kapcsolatban dolgozhat, ami ráadásul teljes, széles publicitás elé kerül majd rövidesen. Ez igen, mit mondtál, októberi megjelenés, vagy? Hát a cél az, hogy karácsonyra azért megint legyen a polcokon, meglátjuk. Csak rajtam múlik. Mielőtt elkezdenénk mélyebben is beszélgetni itt a futballról, meg az egyéb dolgokról, szeretnénk megköszönni ezúttal is a mancave.hu-nak a támogatást. Most egy kicsit hagyományosabb budomit, legutóbb tettük. Igen, ha valaki esetleg kíváncsi arra, hogy mi a cég profilja, akkor látogasson el a mancave.hu-ra, akár a Facebookon, akár az internetes oldalon. Férfi barlangok, férfi óduk elkészítésével, megtervezésével foglalkoznak, hogyha valaki esetleg ehhez kedvet kap, vagy egyáltalán gondolkozik azon, hogy ilyesmit szeretne, akkor jelentkezzen a cégnél, és írja be a teljes terjedelmet is, mert azzal kedvezményt kaphat. Igen, az első látványterv elkészítést azt ingyenesen vállalják, például, hogyha ránk hivatkoztak, úgyhogy ezt mindenképpen tegyétek meg. Így van, úgyhogy ezúttal is ezt köszönjük szépen, ezt a támogatást. Viszont bemelegítésnek azt gondoltam, hogy azzal kezdjünk, hogy tegnap fölkerült egy cikk az Athleticre, Michael Cox jegyezte, és azt latolgatta, hogy vajon ezzel a mostani lebonyolítással megérette az európai futball arra, hogy a két meccses párharcokból kevesebb legyen, és a jövőben is mondjuk akár hasonló módon négyes döntővel, vagy ilyen egymeccses párharcokkal dőljenek el európai kupák. És ez egy kérdés volt, vagy csak a dilemmát dobta fel? Ez csak egy dilemma, igazából azzal kapcsolatban, hogy 2003-2004-es szezon volt a Bajnokok Ligájában az utolsó, amikor a versenyrendszeren módosítottak, ott törölték el a második csoportkört, hogy akkor mindjárt egy viszonylag meglepő szezon volt ez, azzal a négy csapattal, Chelsea-vel, Deportivo-val, Monaco-val, Porto-val a legjobb négy között. De azóta... De a pörsó felsejlik előttem. Yeah. És az érdekes, hogy ugye ez volt az egyik magyarázata ennek, hogy ez így kicsit talán kiszámíthatatlanabb, kevesebb a meglepetés, mint ugye a második csoportkörre. Azóta nem nagyon tudunk olyan Bajnokok Ligája szezont mondani, amiben akkora meglepetés áradat lett volna, mint abban a 3-4-esben. Viszont ez az idei, már eddig is szerintem azért hozott meglepő eredményeket, Lipcsével, Atalantával a legjobb nyolc között. Itt ezzel az egymeccses lebonyolítással, meg aztán még inkább benne van ennek a lehetősége. Csak azt kell eldönteni, hogy akkor meglepő eredményeket szeretnénk, vagy pedig azt, hogy az a csapat nyerjen, amelyik a leginkább megérdemli. És
Hát meg nem beszélve az olyan nagyobb kutyákról, vagy nagyobb szereplőkről, akik a focin túl vannak, és mondjuk a tévétársaságokra gondolok, hogy őnekik is biztos, hogy lesz egy szavuk hozzá, és nem biztos, hogy azért annyira könnyen hozzá fognak járulni ahhoz, hogy lemondjanak akkor még további meccsekről. Tehát, hogy ezt ugye láttuk azt, hogy mekkora ez a gazdasági kitettség most akár a bajnokságok terén is, akkor most az európai sorozatokban szerintem ez egy ilyen lakmuszpapírja annak, hogy valószínűleg az európai kupákban is hasonlóképp fognak eljárni. Az a vicc, hogy nem is tudom, hogy indult el az agyamban, nyilván ugye mostanában elég sok amerikai sportágat vagy amerikai mérkőzést közvetítek, és közben azon kezdtem el gondolkodni, hogy például akkor már, ha már mindenképpen szeretnénk megreformálni mondjuk a bajnokok ligáját, nekem sokkal inkább tetszene az, hogyha mondjuk nem 4 csapatos csoportkör lenne, hanem mondjuk mit lenne egy csoportban 8 csapat, és akkor nem mondjuk oda-visszavágós rendszerben működne a dolog, hanem akkor tényleg járnának körbe a csapatok. Volt annak idején ugye az UEFA kupában még az utolsó időszakban, ugye, amikor 5 fős csoportok voltak, akkor sem oda-visszavágók voltak, hanem ugye minden csapat 4 meccset játszott. És divíziókra osztanán? Hát ha nem is divíziókra, de akkor lenne egy nagyobb alapszakasz. Vagy akár azt is lehetne, hogy tényleg a kosárlabda Euroligában volt például olyan, talán most is ez a rendszer, ugye, hogy az alapszakaszban mindenki játszott mindenkivel, és akkor utána jött csak a rájátszás. És ami nekem meg rájátszásban például jobban tetszik az amerikai rendszerben, az viszont tök egyértelmű lenne, hogyha nem oda-visszavágóval dőlne el és idegenben lőtt gólokkal, hanem nem akkor legyen 2 győzelem. Így van. És akkor az a csapat játszott többször otthon, amelyik jobban szerepelt az alapszakaszban. Igen, ez mondjuk még több meccs felé mutatna. Szerintem a tévés társaságok azt annyira nem bánnák. Azt nem bánnák, azt én, itt igazából ezzel kapcsolatban vetődnek fel folyamatosan kérdések, hogy vajon meddig lehet ezt a terhelést tartani, fokozni. Igen, tehát a játékos szervezetek, mint a fizikai szervezetek, azok majd biztos azért majd megmondják, hogy hari-hari. Hát nem tudom, nyilván, hogyha majd 15 csapatos lesz a bajnokság, mint Franciaországban volt idén, a 28 fordulóval, úgy már talán belefér, hogy egyébként ez nem látom az, hogy hogy tudják ezt még duzzasztani. Nekem egyébként tetszik ez, hogy egy meccses felállás. Tehát ez azért egy kicsit ilyen európai szuperliga előzetes, nem? Tehát abszolút. Az, hogy minden nap játszanak, hogy a legnagyobb abszolút. Csapatok, abból a szempontból egy nagyon érdekes kísérlet, de szerintem is megmarad azon a szinten, hogy ez egy kísérlet. Meg nekem egy kicsit a VB pótló is, hogy ez az egy meccs, és akkor tudod azt, hogy oké, reggel felkelsz, oké, majd jön egy negyed döntő. És akkor este már el fog dőlni, tehát hogy nincs az, hogy akkor még 2 hét múlva, meg a csapatok is úgy állnak hozzá, hogy 180 perces meccsek. Tehát, hogy igen, meg azok az a nagyon rossz első meccsek, azok nem feltétlenül részei a rendszernek. Nem minden esetben volt ez, de azért több rossz első meccset tudunk mondani, mint jót. Persze, szerintem az elmúlt években. Főleg, amikor már nagyon az előre haladott állapotában tartottunk az egyes tornáknak. Nagyon előre haladott állapotában tart az Európa Liga, itt szépen lesöpörtük az asztalról gyorsan akkor ezt az egymeccses lehetőséget, és ott egy meccsen fog eldőlni az, hogy ugye a Manchester United, Sevilla, illetve a Shakhtar Donetsk Inter elődöntőkből melyik csapatok jutnak be a döntőbe. Én bevallom, én nagyon szurkolok egy United Inter döntőért. Na vajon miért? Tök jó sztori, tehát, hogy Ashley Younggal, Lukakuval... Lukaku bosszúja, tehát az Eriksennek is van nyilván elszámolni valója a Uniteddel, tehát, hogy Conténak is. Ez szerintem ez egy tök érdekes sztori lenne, azzal együtt, hogy egyébként Sevilla, amit ezeken az Európa Liga meneteléseken csinál, az valami egészen elképesztő, meg onnan indítanám a dolgot, hogy azt szerintem nagyon sokan hajlamosak elfelejteni, hogy ez a Shakhtar Donetsk, ez milyen körülmények közül tud erre a szintre eljutni évről évre. Tehát ez egy hontalan csapat hosszú évek óta, egy háborús övezetből érkezve, gyakorlatilag lerombolva azt az infrastruktúrát, amit nagyon-nagyon hosszú évek alatt felépítettek maguknak ott Donetskben, és mégis azt látjuk, hogy ezt egyáltalán nem sínli meg vagy hát legalábbis európai szinten nem sínli meg az a csapat, amelytől azért távoztak folyamatosan kulcsemberek, és sikerült pótolni, meg megtartani azt a kontinuitást, ami eddig itt volt. A brazil labdarúgás, európai lerakata, nem tudom, minek nevezzük, vagy milyen szintre tegyük azokat a játékosokat, akik de biztos vannak, nem volt könnyű ezt megtartani a jelen körülmények között. Abszolút, ez nem is lehet kérdés, tehát óriási erőfeszítéseket igényel ez, és ez most már ráadásul, tehát nem tegnap kezdődött ez a dolog, ez az egészen elképesztő ebben. Nyilván szerintem itt azért a legtöbben tényleg egyetértenek ezzel a várakozásra, meg reménykedésre, egy United Inter döntő hangzana a legjobban, most az nem is kérdés, hogy nézők szempontjából, pláne nekünk, ugye nem véletlenül mi sem, ugye a United-et követtük ugye a Sport TV-n eddig. Ez a, nem tudom, a commerce elvárás szerintem, hogy legyen egy United Inter döntő, de mondjuk, ha meg a hipster... Mondjuk, hogy mi a kifinomult, igen. Igen, az meg nyilván pont a másik lenne, tehát
Sevilla Shakhtar, lehet, hogy még játék szempontjából még lehet, hogy látványosabbra is sikeredhetne, mint két olyan csapat. A Unitednek látjuk az idei játékát, azt is látjuk, hogy hogyan szenvedtek mondjuk a Kopenhágával szemben. Látjuk inkább a korlátait. Mondjuk az Inter még egyébként egészen kitett magáért itt az utolsó meccsén, úgyhogy... Szerintem baromi érdekes az Inter, én az ő meccsüket láttam a héten, és ahhoz képest, láttam őket ősszel is játszani, és ahhoz képest én azt éreztem, hogy most szintet léptek. És ilyen szempontból ezt nem feltétlenül látom annyira összefüggésében, hogy ez minek köszönhető, hogy most a játékosok nőttek fel hozzá, vagy Conte esetleg, nem tudom, valamit úgy csavart rajta, de hogy az, ahogyan Lukaku most teljesít, és látom ugye a Hetafe elleni gólját is, ahogy gyakorlatilag egy emberi testet így arrébb helyezett a puszta energiájával szinte. Böde Danisan? Igen, ugyanezt hallottam már másról is, de hogy pont, és hogy néztem, és azon gondolkodtam, hogy hát konkrétan, ha edző lennék, én megvenném őt, meg Duván Zapatát, veszek bőgé 9 védőt, és csak játszom, feljátszok mindent a 16-os. Igen, ez a tankok, mert haladnak előre, és nyugodtan lőhetik bármilyen fegyverrel lepattanról. Igen. Tehát, hogy fantasztikus. És olyan igazi, tehát, hogy igazi kontés új lenyomat rajta van a csapaton, ugye Barella, szerintem ő is most szintet léped, de hogy jó látni azt, hogy ez az Inter olyan kezd olyan igazi kontéssá válni. Aztán kérdés az, hogy most ez... Lehet, hogy még egy hétig. Igen. Vagy pont ezt akartam mondani, hogy ennél sokkal többre most nincsen szükség, és hogy ez nyilván, hogyha motivációról van szó egy ilyen rendszerben, amikor tényleg látod a végét, abszolút belátható határidőmről van ennek az egésznek a vége, így van, akkor biztos, hogy sokkal könnyebb motiválni a játékosokat is. Ott van egy szép nagy ilyen kis serleg, ott, amit be lehet lőni, és gyerekek 2 hét még, aztán nézve. Hát egész biztos, meg azért ez az Inter keret, ez nagyon minőségi. Tehát, hogyha Lukaku mellett nézzük a többi játékost, Eriksenből nem tudom, hogy ki fogja hozni azt Conte, ami egyébként benne van, mert nyilvánvalóan még ennél is sokkal több van benne, amit eddig láthattunk. A védelemben azért az, hogy Godin onnan kiszorult, az szerintem egy elég árulkodó jel, tehát hogy az, hogy De Vrij és Skriniar milyen szintet hoz, az szerintem elmondja, hogy mennyi potenciál van hátul ebben a csapatban, és akkor... De lehet az Internél most egy ilyen jelenség, hogy azt mondják, hogy mindent félreteszünk, mert tudjuk azt, hogy ez az utolsó? Tehát egy kicsit ilyen last dance effektus. Mert mint, hogy a Chelsea-nél is mostanában nagyon sok, valamiért többet keringtek ezek a nyilatkozatok Drogbától, hogy annak idején, amikor megnyerték a Bajnokok Ligáját, az egy olyan szezon volt, amikor ugye kirúgták az edzőt, jött ugye Di Matteo, és azt mondták, hogy na jó, ugye mi előtte ugye kikaptunk a Manchestertől, mindenki nagyon erős egók voltak az öltözőben, és akkor valahogy mindenki leült, és azt mondta, hogy oké, tegyük félre erre az évre. És valahogy ez megadta ezt a löketet is, ugye gyakorlatilag ez az utolsó Drogba fejes gól ott a meccsen, amivel egyenlítenek, az is egy olyan megfontolásból eredt, hogy Drogba azt mondta, hogy ez az utolsó esélyem, tehát nincs több. És akkor, tehát hogy van egy ilyesmi az Internél, hogy leesett ez a nyomás most? Hát szerintem nincs. Itt azért valaminek a kezdetéről beszélünk. Tehát itt egy úton most indult el ez a csapat. Már talán azzal, hogy most váltottak sportigazgatót, most váltottak edzőt, ezelőtt a szezon, ez mondjuk most már idestova egy év, 2 hónap, amiről beszélünk, majdnem annyi ideje, mint amióta Wolverhampton ezt játszotta ezt a szezont, 13 hónapon keresztül. Szóval szerintem azért nem, mert ez inkább én azt gondolom, hogy az az effektus, hogy annak a lehet a visszaigazolása az Inter játékosok, meg az edzők, meg aztán a vezetők számára is, hogy na, akkor végre megtaláltuk hosszú évek után azt az utat, amin érdemes elindulni, vagy végre megtaláltuk azt az embert, itt most inkább én Contéra gondolok, akivel tényleg lehet sikerekről beszélni, meg lehet olyan célokat kijelölni, amiket már korábban kijelöltünk egyébként, de mindig elérhetetlennek tűntek. Pénz nagyon hosszú ideje van az Internél. Az egyik legtehetősebb csapat jelen pillanatban az európai porondon. Nyilvánvalóan a Financial Fair Play szabályozása, meg annak mondjuk a helye közebb való betartása, amit azért nem minden csapatnál vettek annyira szentírásnak, akadályozta azt, hogy ennél gyorsabb legyen ez a növekedés, de hát azért ezt nem szabad elfelejteni, hogy az Inter gyakorlatilag egy éven belül, vagy hát egy nyáron belül 2-szer döntötte meg a saját átigazolási csúcsát, és bérköltségekben gyakorlatilag az egyetlen olasz csapat a Juventus mellett, amelyik egy angol csapatnak a költségvetéséhez hasonlítható. Tehát nagyon-nagyon sokat költenek fizetésekre, ami szerintem hosszú-hosszú évek óta nem volt jellemző olasz kluboknál.
Így van. No, az Európa Ligáról én azt hiszem, hogy ennyit, de ha már itt Olaszországban jártunk, akkor térjünk is oda-vissza Torinóba. Játszottak egy Juventus-Lyon meccset. Anélkül, hogy bármi rosszat akarnék mondani a Lyonról. Nem, de szerzett volna ez a Lyon gólt, hogyha nem kapja meg azt a 11-est, szerinted? Ez egy nagyon, igazából nem hiszem. Nem hiszem, mert nyilván ehhez egy kicsit kontextusba kell helyezni. A Lyon ugye gyakorlatilag pislogott egy 4 hónapos terjedelmet, és aztán a Liga Kupa döntő volt az egy hazai kupa, amin visszatértek, ugye a Paris Saint-Germain ellen, és addig ugye csak találgatni lehetett, hogy hogyan fognak visszatérni, hogy fog ez kiegészülni ez a csapat, amely elvesztette még korábban Depayt, meg René Adelaidot is ugyanazon a meccsen, ugyanúgy keresztszalagszakadással. Rengeteg kísérletezés ment, ez Rudy Garcia, miután megérkezett, azért így néha bedobta Kakrét, meg Serkit, de aztán mégsem, tehát hogy alapvetően fiatal játékosokat, akikben jellemzően annyira nem szokott bízni, tehát sok volt a keveredés, sok volt az ilyen, ez a toldozgás. Még egy Lyoni edző nem nagyon engedheti meg magának, nem, hogy ne bízzon a fiatalokban. Hát igen, de ő Rudy Garcia. Ő nem egy Lyoni edző, Rudy Garcia. Őt azért hozták, hogy ez a, oké, valami itt főzélebből, és most nem, tehát hogy Silvinyot eredetileg ezért hozták az elődjét, a brazil válogatott segédedzőjét, azért hozták, hogy az volt, hogy oké, valami konceptualizáld ezt valahogy, fiatalokat építs be, aztán ez tartott, mint a 8 meccsig, vagy 12 meccsig, de Rudy Garcia meg pont erről szólt. Ő egy ilyen pánik igazolás volt, hogy akkor oké, valahogy sajtoljuk ki ebből a csapatból, amit lehet. Kisajtolta. Kisajtolta, igen. De hogy ehhez az is kellett, hogy mondjuk egy Kakré beérjen. De hogy alapvetően ez a Lyon most arra lett felépítve, és ez a Párizs ellen is látszódott, a Liga Kupa döntőben, hogy rombolni. Ki kell várni, bevállalják azt, hogy végig szenvedik a meccset, ha kell, nem nagyon lesz náluk a labda. És ez az 5-3-2-es játékrendszer, és ehhez képest gyakorlatilag az ugye egy 0-0-ás mérkőzés lett, amit 120 percig kibírták a Párizs ellen, és várható volt az, hogy valami hasonlót fognak a Juve ellen is. És ehhez képest ugye a Juve ellen meg még mélyebben védekeztek, még inkább így, a Dembélét ugye az égcsatát lehozták, és helyette ugye Toko Ekambi volt, akivel kb. Azt mondták, oké, akkor ami kontra lesz, az majd ő felfut rá, de más nem nagyon. De hogy ebben ennyi van ebben a csapatban. Tehát támadásilag azért ez így nehéz ilyen igazi olajozottságot látni ebben. Védekezésben viszont képesek olyan szilárdan helytállni, és annyira kellemetlennek lenni az ellenfélnek, hogy ez értékes percekig, meg hosszú-hosszú ilyen szakaszokig is úgy tűnik, mintha uralnák a meccset, de hogy igazából úgy, hogy nincs náluk a labda. És ez látszott szerintem a Juventus ellen is. Tehát hogy nem, valószínűleg gólig nem jutottak volna, hanem azt mondták volna, hogy megverjük azt az 5-10 percet, amíg esélyt kapunk, mondjuk egy pontrugás, egy szöglet, egy szabadrugás. Egy pontrugás majd... végül segített. Igen. És aztán majd lesz, ami lesz. De ugye ahhoz képest a Torino sem volt feltétlenül egy akkora ellenfél. Tehát hogy én ő belőlük sem láttam azt, hogy nagyon honnan fog jönni. Hát a Juve. A Juve, persze. Igen. Igen, bár mondjuk ezt a 11-est, aztán utána egyébként a másodikat is, amit a Juventus kapott, ezt egyszerűen azóta nem vagyok képes feldolgozni. Tehát, hogy azzal a döntéssel nekem főleg az a problémám, hogy ott történt egy olyan szerelés, aminél ugye nem is az történt, hogy egyenesen mondjuk a láb meg a labda közé csúszott a játékos, hanem az ember és a labda elé, ugye Bentancur onnan visszakanalazva eltalálta egyszer a labdát, és amikor visszapattant a csatár lábáról, akkor eltalálta még egyszer a labdát, tehát akkor sem a lábat. Tehát, hogy ez szerintem a tankönyvi példája volt a jó becsúszó szerelésnek a 16-oson belül, csak hogyha ennek megvan a kockázata, hogy ezt még videóbíróval is megadják ezt a 11-est, akkor az tényleg arról szól, hogy akkor ne legyen érintés a 16-oson belül. Tehát akkor a védőknek elvetted egy szerintem roppant fontos eszközét, ami egyébként szerintem egy látványos része a focinak. Az meg a másik, hogy egyébként is azért itt tartunk most már az utóbbi 10-15 évben, hogy ez teljes mértékben kezd kiveszni a fociból, tehát hogy egyre kevésbé látsz egyáltalán már ilyen megoldásokat, és hogyha még ezt is látod, hogy tényleg, hogy még videóval is megadnak egy ilyen 11-est, akkor mivel próbálkozzál, vagy hogyan merjél egyáltalán becsúszni? Igen, arról beszéltünk egyébként Fehér Csabékkal pont a szünetben, hogy ott ez nagyon az elején volt a meccsnek, körülbelül a 10. percben, 12-ben lett belőle aztán 11-es. Felix Zweier német bíró volt, aki szerintem, és
nekem azóta is meggyőződésem az, hogy ezt ő megadta, bár szerintem azt élőben is nagyjából lehetett látni, hogy ez egy alapvetően jó szerelés volt. Megadta, mert úgy gondolkodik, hogy úgyis majd visszanézik, videóbíró, minden, inkább befújom, aztán azt sokkal könnyebb elvenni, és akkor utána folytatni a játékot. Mint hogy a Lesnél is ugyanezt látjuk folyamatosan. Hát és... csak a vonal néma maradt utána. Igen, csak hát utána, nagyon jó lesz az, rúgja, és akkor, és szerintem ettől ő is megzavarodott, nagyon sok hülyeséget fújt, csinált utána a meccsen. Nyilvánvalóan az is kompenzáció volt, amikor ugye Depay kezezését befújta. Ott volt teljesen előtte a kéz, amikor mozdult, az már azután volt, hogy eltalálta a labda. Tehát, hogy... Abszurd, tehát most én szívesen sajnálkozom veletek ezeken. Már ne, hogy... tudom, hogy ez már egy ilyen ezerszer átbeszélt hülyeség, csak amikor az ember újra ilyenekkel szembesül, akkor tényleg én legalábbis értetlenül állok ezzel. Kicsit az ember a hitét elveszti ebben a valózásban, hogy azt mondod, hogy akkor most ha ezt nem, akkor mit? De hogy egyébként meg lehet, hogy ez egy kicsit most ilyen belemagyarázás, de hogy valahol ez nem ilyen szegény embert az ág is húzza effektus? Tehát, hogy ezt a Juventust látva, amikor én néztem a kezdőket, és arra gondoltam, hogy oké, hogy a Lyon nem feltétlenül fog gólt rúgni, de hogy ez a Juventus is, honnan fog érkezni az a gól, meg honnan, mi ott az elképzelés? Hát, onnan érkezett, ahonnan a leginkább várható igen. volt. De hogy ezek inkább ilyen egyéni villanás. Hát az Ronaldo átment kommandóba, azért ott elég erőteljesen a második fél időben. Abszolút. Igen. De hogy olyan furcsa volt nekem az, hogy az a háromfős középpályó a Rabiotval, aki már 5 évvel ezelőtt a Párizsban is ugyanilyen középpályában, ugyanazon a poszton játszott, és ugyanúgy nem tudta ellátni a szerepkörét is. Mm-hmm. Neki megint kimerült abban, hogy egy kicsit kimegy a szél, aztán onnan mennek a beadások. Tehát, hogy pont egy ilyen összetömörülő Lyon ellen, gyakorlatilag volt mennyi, 24 beadás, ha jól emlékszem, a Juventus részéről. Igen, hát ami pont a legkellemesebb volt a Lyon számára. Tehát, mintha ezt akarta volna Rudi Garcia, hogy abszolút. Na, gyertek, csináljátok még, mert ez így. Így van, és ott egy Marcelo-Marszál belső védősor. Mit? Ha van egy hely, van ne játsz fel labdákat, az a fejesük. Tehát, hogy már úgyis kifejlik, meg Denayer egyébként. Tehát, hogy nagyon jók, amikor így betömörülnek, és ki kell takarítani, meg kisöpörni onnan. Ez pontosan ezt csinálták. Tehát, hogy ez a takarító munka, ez volt az ember érzése. És hogy pont ezért gondoltam azt, hogy majd biztos valahogy a mélységet fogják majd megpróbálni bejátszani, és mögöttük, mert egyébként a Párizs ellen ez működött. És ott is az volt, hogy azért Neymar, Di Maria, akik azért kreatívabb játékosok, mint egy Bernadeschi, C. Ronaldo, akik azért mondjuk védekezésben messze, meg nem is mozdulnak, nem is mozognak annyit hátrafelé, hogy akkor majd, tehát gyakorlatilag ezzel is már megüzentik, hogy nyugodtan maradjatok a helyeteken, Lyoniak, majd úgyis ki tudjátok venni őket, mert nem fognak nagyon mozogni. Igen, hát most ugye nyilván arról azért mindenképpen érdemes beszélni, hogy ennek milyen következményei lettek ennek a dolognak. Kicsit már más olvasatta van annak a nyilatkozatnak, amit Sarri a meccs előtt nyilatkozott közvetlenül, hogy már eldöntötték a sorsát. És ezt valószínűnek tartom, hogy így van. Tehát, hogy... Mármint olyan értelemben, hogy így is, úgy is kirúgunk, vagy hogyha kiesel, akkor kirúgunk. Nem, hát az a meccstől függetlenül eldőlt gyakorlatilag a sorsa. Egy dolog menthette volna talán meg tényleg, hogyha valamilyen istenikkel folytán megjelenik a BL-t. Igen. Erre meg azért érezték szerintem Torinóban is, hogy mennyi ennek a valószínűsége. Az meg a másik, hogy valószínűleg így főleg utólag nézve már Pirlo se véletlenül 9 nappal korábban nevezték ki az U23-as csapat vezetőedzőjének. Én nagyon szeretem ezt az embert, mármint most amire a Pirlóra gondolok, de hogy nem tudom, hogy ő tisztában van-e azzal, hogy mire vállalkozott most ezzel, hogy ebbe az egészbe így fejest ugrott, és ezt így bevállalta. Ő biztos lehetőségként éli meg, és valahol persze az is, csak sokkal inkább lehetőség szerintem arra, hogy valaki megüsse a bokáját sem, mint hogy ebből jól kijöjjön. A Pirlót szerintem lehet szeretni, miért olyan játékos volt, amilyen. De hogy ha azt az összképet nézed, a Juventus azért mégiscsak most, mint hogyha arról szólna, hogy bankot robbantottak, meg az egész trezort kirámolták, hogy Cérónit megszerezzék, de hát, hogy körülötte annyira nem építették fel ezt a csapatot, mint ahogyan mondjuk számítottak volna rá, hogy ahogy működött a Reálnál is, hogy azért ott volt mögött vagy mellett egy Benzema, aki szépen így a keze alá játszott, lába alá játszott, vagy ott volt mögött egy középpálya, aki... Hát nem, őt egy rendszerbe hozták gyakorlatilag. Hát így, tehát, hogy nem körül építették a rendszert, hanem... És a Juventusnál minden... pont ezt nem látott, sőt, tehát azt érzi, vagy nekem abszolút az az érzésem ezzel a Juventus kerettel kapcsolatban, hogy lehet, hogy már korábban lejárt a szavatossága, de hogy most biztosan. Tehát abszolút. Az, hogy... Itt nem egy játékos kellene szerződni, meg nem egy helyen kellene alaposan átalakítani ezt a csapatot szerintem. És hogy valószínűleg emiatt kényszerültek arra, hogy inkább ilyen lepattanókra menjenek rá, és aztán ugye ez a szerződés lejárta játékosokat hoznak el, akikben persze ott van a potenciál egy Rabiot, egy Ramsey, lehet őket használni, csak aztán ahogyan őket használták, meg akik mellettük vannak, ez az Alexandro egész karrierében szerintem másfél jó éve volt nagyjából, vagy
Cuadrado, akit szerintem ő nem szélső hátvéd. Tehát, hogy ezek már egy kicsit ilyen kényszer megoldásnak tűnnek nekem, és hogy Sarri meg ilyen szempontból egy hatalmas kudarc, hogy neki meg egyáltalán nem látszik a lenyomata ezen a csapaton, hogy... Nem, hát az amiért hozták, az abszolút elbukott az a koncepció. Itt kettő dolog... Egy évvel ezelőtt is azt mondtam, hogy az amiért hozták, az sokkal inkább volt az benne, hogy elhozható volt, nem? És hogy oda lehetett ültetni a kispaddal. Hát, nem tudom, hogy... Igen, ugye itt sokat beszéltek arról, hogy volt egy listája nagyjából a Juventusnak. Az elmúlt két évben történt ez a szemléletváltás a Juventusnál, ez a mi a legmagasabb, és tényleg az abszolút a csúcsot, meg a Monte Everestet próbáljuk meg belőni magunknak célként. Cristiano Ronaldo szerződtetése abszolút ebbe az irányba tett lépés volt, utána gyakorlatilag az elérhető legdrágább, legjobb, legfenszibb védőnek a leigazolása az ugyanez, ugye De Ligt szerződtetése az pontosan erről szólt, és hát ugye régóta lehet olvasni, hallani arról, hogy edzőben is szeretnének a legnagyobb dobást, ugye Zidane volt ennek a listának az élén, akit szerettek volna szerződtetni, hát ő nyilván most nem vált szabaddá, és nem is hiszem, hogy mondjuk olyan nagyon közeli jövőben szabaddá fog válni. Guardiola volt a második, valahol ott volt ezen a listán Pochettino is, vele amennyire tudom, meg is történt a kapcsolatfelvétel, még mielőtt Pirlót kinevezték volna, tehát benne volt a kalapban. Tehát mindenképpen valami, oda is valami sztáredzőt, vagy valami sztárigazolást szerettek volna. Itt a Pirló kinevezéssel kapcsolatban nekem kettő példa jutott eszembe, vagy inkább azt mondom, hogy kettő irány, ami az egyik az a működőképes, a másik az pedig a kevésbé. Ugye Milánnál sorra áldozták föl ugyanígy a klublegendákat, azért Pirlót szerintem ne tartsuk Juventus klublegendának, de mindegy, tehát az olasz futball legendájáról beszélünk, és ott egyáltalán nem jött be. Tehát, hogy az ott nem volt működőképes, még egyébként akkor sem, hogyha voltak köztük olyanok, akikben pislákolt tehetség, tehát Filippo Inzaghi később bizonyította, hogy ez nem teljesen fogalmatlan, most ugye a Beneventóval rommá verve a Serie B-t feljutott. Gattuso Napolinál bizonyította, hogy azért nem teljesen fogalmatlan, ugyancsak Zédorfról nem tudjuk. Tehát, igen, tehát Zédorf Inzaghi esete jobban hasonlít Pirlóhoz. Gattusonak azért legalább valami minimális tapasztalata volt már edzőként. Igen, volt a Sionnál. Meg nem, a Monzában szerepelt. Volt, de volt. Ez pont, meg pont kettővel több csapat már, mint amennyire Andrea Pirlo dolgozott edzőként, érted? És ugyanez volt Clarence Seedorf, aki tényleg majd, hogy nem edzésről érkezett meg Brazíliából, hogy átvegye a csapat irányítását. Tehát, hogy teljesen, ez is más helyzet. Nem ordas nagy különbsége szerintem, de hogy olyan, tehát hogy szerintem az eredője kb. Ugyanaz, hogy most én azt látom, hogy kb. Minden klub most keresi a maga Guardioláját. Maga Guardioláját, meg a maga Zidányát, azért Zidán esetében is. Táját, bocsánat. De érted, tehát, hogy Arteta is ebbe a mintába illik, de Lampard... Na, de Artetának is legalább az meg volt, érted, hogy Guardiola mellett dolgozott már. Abszolút. Hát igen, Lampard is ugye egy évet így a Derbynál eltöltött. Csak szerintem fogy az idő ezeknél a klubok, vagy legalábbis ezek a klubok valószínűleg úgy élik meg a saját válságaikat, hogy fogy az idő, gyorsan meg kell hozni egy olyan embert, aki hát tudja, hogy hol a WC, amikor belép az irodába, tehát nincs idő keresgélni, meg betanulni. És hogy ilyen szempontból ezek, és lehetőleg fiatal is legyen, tehát ismeri a mostani futballtrendeket, mert az elmúlt 15 évben azért rengeteg minden változott. Tehát, hogy nem feltétlenül a Zidane és a fölötte lévő generációból hoznak el embereket, mert érhetőek, hanem előbb nyúlnak a saját stábukhoz, vagy a igen, saját legendáikhoz. Nekem, és itt ebben azért is vagyok nagyon kíváncsi a véleményedre, mert nyilván sokkal többet tudsz, meg olvastál, meg láttál Zidane jelleméből, mint amennyit én, de pontosan szerintem azt próbálják modellezni most a Juventusnál, amit a Real Madridnál modelleztek, tehát, hogy itt most az edzői tapasztalat, meg mindent félretéve, Zidane-nak a karizmája volt nagyon fontos az ő kinevezésekor a Real Madridnál. Szerintem Pirlóban ugyanaz megvan. Tehát, hogyha azt akarják elérni, hogy ő belépve az öltözőben, milyen tiszteletet követel meg a vele szemben ülőktől, jó részt olyan játékosokkal fog találkozni, akikkel egyébként ő még együtt játszott. Őket kell motiválnia, velük kell beszélni. Sarrinak szerintem ez ment a legrosszabbul. Tehát, hogy ő nem tudta kezelni a játékosokat, az öltözőt, az egókat. Ha valamit tud kezelni Pirló, akkor ezt. És ennek a tüneti kezelésére érkezett most Andrea Pirlo, hogy ez egyébként majd, amikor kiderül az, hogy taktikailag futballstruktúra szempontjából működőképes, az megint egy másik kérdés lesz, de erre szerintem ez egy jónak tűnő kísérlet. Csak megint azt érzem, hogy ebben se tervszerű építkezés van, hanem kapkodás. Persze, tehát ez a tüneti kezelés volt. Persze. Azt mondod, hogy modellezés,
azért a modellezés az feltételez egy ilyen folyamatot, és szerintem a Real Madridnál megvolt ez a folyamat, még ott hogyha is, nem is biztos, hát ott is, volt, ott is azért ott ilyen tűzoltás volt. Én ezt nem érzem, ezt a folyamatot. Tehát hogy a Real Madridnál azért mégiscsak az volt, hogy mert azért nevezte Zidane... kilópetegit, hogy... Nem, én most mélyebbre nyúlok, tehát az Zidane már akkor ott volt ugye a kispad környékén, amikor Mourinho ott volt. És emlékszem, hogy amikor Mourinho-t kinevezték, akkor ültették fel kb. Zidane-t ilyen, nem is tudom, közvetítőnek az edző és Mourinho mm-hmm. közé, vagy valami ilyesmi. És emlékszem, hogy Mourinho még hisztizett is egy sort, hogy szeretném, hogyha egy kicsit közelebb lenne hozzám Zidane, és nem az elnökhöz. Tehát, hogy egy kicsit ilyen nagyköveti, ilyen, nem is tudom, ilyen látványposztból lett az, hogy utána aztán lejött Carlo Ancelotti mellé, és aztán volt az, amikor, tehát, hogy így folyamatosan került egyre közelebb, és hogy valószínűleg ebben mögött az is ott volt, hogy oké, nyilván ismeri a belső viszonyokat, nyilván tudja, hogy miről szól a Real Madrid, de hogy amikor már edzőként kell döntéseket hoznod ott melegében, azért az megint más helyzet. És hogy valószínűleg ő azért ezt így folyamatosan, mint a béka, aki itt így felmelegítenek az edényben. Tehát, hogy ő ezt így érezte ezt a hőfokváltozást. Ezt a hasonlatot ezt csak tőled hallhat. De hogy Pirlót gyakorlatilag most már egyből a tűzbe dobod, és szerintem ez az, ami nincs felépítve. És hogy egy kicsit nekem politikai döntésnek tűnik, azt mondja a szurkolóknak, hogy figyelj, Pochettino, hát azt a játékosok nem akarja. Fia, akkor Pirlo itt van, jó? És akkor majd egy kicsit most nyugodjatok le. Tehát, hogy én nem, és szerintem ez nagyon, tehát veszélybe sodorják ezzel Pirlót is. Simán lehet. Hát most tényleg ez a mondjuk arra példát, aki tényleg kutyafuttából edzőre beállítva sikeres lett. Guardiola az ide. De ő sem. De ő sem. Neki is ott volt a Barca B érte. Tehát, hogy valami minimális tapasztalata volt. Hát Pirlo is edzősködött. Tehát, hogy a Primavérát. Most vette át 9 napja előtt hát a 23-as, de a 19-nek ő volt az edzője. Igen. Az előző szezonban persze. De oké, és hogy egyébként Pirlóról tudjuk, hogy milyen elveket van így edzés szempontból? Mert hát én nem, nyilván azt... csak abból indulhatsz ki, amit a könyvében olvastál meg a nyilatkozataiban. Hogy nem akar edző lenni. Van egy futballról való világos elképzelése, tehát hogy az már látszott a pályán is, meg a pályafutása során is. De... Én azt szoktam, vagy legalábbis szerintem egy edzőnét mindig érdemes megnézni azt, hogy neki kik voltak a nagy mentorai, és hogy kik voltak a meghatározó tanárai személyiségei. És hogy... De ezt ő jel is mondta itt az első nyilatkozatában, hogy nyilván Lippi meg Ancelotti az, akik a legmeghatározóbbak voltak az ő pályafutása során. Csak... És hogy most akkor egy Lippi és Ancelotti szemléletet kell behozni a Juventushoz? Hát nyilvánvalóan nem. Tehát, hogy az a szemlélet, amivel Lippi meg Ancelotti akkor dolgozott, amikor a legeredményesebb volt Pirlo, az nem biztos, hogy a mai futballvilágban működőképes, tehát annak valamilyen átalakított verzióját, de hát azért ő nagyon, nagyon mostanában fejezte be a focit ahhoz, hogy ezt átlássa, szerintem. Meglátjuk. Minden esetre, tehát, hogy nekem emiatt is, amit most mondtál, hogy nem feltétlenül ezek a referencia edzők, akik most, ha feltétlenül Pirlo ezt az utat szeretné követni, amiről tudjuk, hogy játékosként nem feltétlenül olyan típusú játékos volt, mert azt gondolod, hogy a játékosként az, hogy ennyire kreatív volt, ennyire a technikája került előtérbe, az lehet, hogy a csapatára is valahogy majd kivetül ilyen meta szinten, de hogy valószínűleg nem. Nem. Hogy ő pont ezt tanulta. És hogy én már csak emiatt sem érzem ezt az átgondoltságot az ő személyének a döntésében. Pont ez, amiről beszélünk, hogy mennyire akart edző lenni, vagy sem, hogyha már Guardiola vagy Arteta szóba került, ugye Guardiolával kapcsolatban mindenki tudja, hogy készült tényleg mennyire tudatosan az edzői pályafutás, és hogy mind elment Argentinába, Juan Melillo után, meg hasonló dolgok, vagy ugye Bielsa-hoz. Artetánál is, hogy tényleg tök tudatosan készült erre az egész, hogy akkor ő belőle most hamarosan majd vezető edző lesz, és nyilván a lehető legjobb mentorhoz ment, és a legjobb emberhez, akitől tanulni lehet talán jelen pillanatban. Érted? Tehát Pirlóval kapcsolatban ezt szerintem most nem lehet elmondani. És... Nem, meg pont azért, amit mondtál, hogy ő nem is készült érzem, edzőnek. Hogy, tehát, hogy ez... egy klubikont áldoznak fel, ahogy azt tette annak idén tényleg a Milán Zédorfa meg Inzágival is. Meglátjuk. Minden esetre érdekes, hogy izgalmas. Persze, így kívülállóként. Tényleg aztán... az meg a más, hogy ha meg aztán valakinek az ember tényleg sok sikert kíván ilyen szempontból, az nyilván Andrea Pirlo, totálisan függetlenül attól, hogy kinek szurkol meg. Na de akkor, hogyha már Pirlóról beszéltünk, akkor az egykori középpályástárs Gattuso is szóba kerülhet, mint a Barcelona ellen kieső Napolinak a vezére. Láttátok a meccset egyébként? Ja, persze, azt néztük aznap este. Én egy hosszabb összefoglalót láttam, de egyébként meg belenéztem, hogy a fél időben, de egyébként a Gattuson nevettem, hogy ő azt mondta Pirlónak, hogy neki most annyi.
neked véged van, hogy ezt megüzente. És azt gondoltam, mennyire kollégiális így az olasz edzők között, hogy az, neked most annyi. Igen, jó, hát a Gattuzóról egyébként is tudhattuk, meg az ő viszonyuk az, az eleve egy ilyen elég speciális viszony volt. Pirlo volt az, aki az általa is leírt módon Gattuzó inkább a pályán kívül is szenvedélyes volt, mint átgondolt és higgadt, és ezért nagyon jó alanya volt Pirlo állandó szivatásainak, úgyhogy könyvben szerintem van egy teljes fejezet a Pirlo könyvben arról, hogy milyen módokon tréfálta meg állandóan Gattuzót Pirlo, úgyhogy ez egy ilyen nagyon érdekes viszony. Ettől függetlenül szerintem a Napoli kimondottan jól mutatott ezen a Barcelona elleni meccsen, és én nem éreztem azt, hogy ekkora különbség lenne a csapatok között. Itt is azért volt egy olyan 11-es szituáció, amit videóbíróval általában leszoktak fújni, tehát hogy azért volt ott egy olyan lökés Langlétól a fejes előtt, aminél ugye két kézzel lökte el magától a védőt. Ott is szerintem akár alakulhatott volna másként, hogyha mondjuk az úgy alakul, és Mertensnek a kapufája bemegy. Így van. Hogy mondjam, most azt mondani, hogy igen, szerencsé volt a Barcelonának, azért nyilván az is önmagában túlzás. Többet reméltem azért alapvetően a Napolitól még ezzel kapcsolatban, és pont Gattuzo miatt gondoltam én azt még 3-1 után, és hogy simán lehet bármi még ebből a meccsből. Aztán 45 perc nyilván nem volt elég az, hogy végül is egyáltalán még tovább csökkentsék a különbséget. Nekem ami furcsa volt, ahogy néztem a meccset, az az, hogy ilyenkor hogy mindig felteszem magamnak a kérdést, hogy mennyire akaratlagos egy adott taktika, vagy mennyire elszenvedője a helyzetnek az adott csapat. És hogy egy Barszát nézve, azon gondolkodtam, hogy volt nem tudom, az első fél időt talán 55-45 labda birtoklással fordultak, és ugye Napoli javára. Igen. És azon gondoltam, hogy 45% egy Barszának az kb. Mintha nekik mondjuk 35 lenne. Igen. Tehát, hogy és hogy nyilván nem mögött azt lehetne feltételezni, hogy persze lemondunk a labdáról, de hogy... Úgy, hogy bocsánat, hogy kikeszélt ilyen, a meccs előtti sajtótájékoztatón pontosan arról beszélt, hogy most nagyon kell a Barszának a labdabirtoklós játéka, mert hogy azzal tudunk... Hát igen, azzal védekeznek, meg pont a Napolinak azzal húzzák ki a méregfogát, mert hogy a Napoli is ugye egy labdabirtoklásra építő játékstílus próbál majd alkalmazni ezen a meccsen. Igen, és hogy ahhoz képest a második fél időre gyakorlatilag sátrat vert a Napoli a Barsza térfelén. És hogyha a Barca megszerezte a labdát, nem történt semmi. De semmi. És hogy innentől kezdve akkor most felmerül a kérdés, hogy akkor valószínűleg ezt csak elszenvedték, tehát hogy nem feltétlenül volt ez annyira tudatos lépés a részükről, és innentől kezdve meg akkor jöttek az olyan irracionális tényezők, akiket úgy hívnak, hogy Lionel Messi, és akkor ők képesek voltak. Meg milyen gól? Tehát hogy az a gól, azt nem igen. Hiszem el, hogy földön fekve, két ember között van, mit tudom én, 40 centi rés, és akkor ott elrúgva úgy, hogy még a kapus se érjen oda pont. Tehát ilyen nincs a világon. Nincs. Tehát, hogy és abszolút nekem is ez volt az érzésem a forduláson, hogy 3-1, de ez lehetne akár 2-0 is. Tehát, hogy innentől kezdve... Igen, az érdekes, bocs, hogy szerintem azt kell helyre tenni, mert én nagyon kíváncsi vagyok arra, beszélgettem több emberrel, és nagyjából kettő felé húznak a vélemények. Az egyik azt mondja, hogy hát Barca uralta ezt a meccset, meg végülis az történt, amit akartak, meg ha baj lett volna, akkor megrázza magát, és én nem ezt éreztem. Tehát én a másik oldalon állok. Én azt mondom, amit szerintem te is próbáltál itt az előbb, hogy itt azért volt egy viszonylag szerencsés szituáció, az a minőség mentette meg szerintem a Barcelonát, hogy mind védekezésben, mind támadásban jobb játékosai vannak, mint a Napolinak, de alapvetően a Napoli volt jobb ezen a meccsen. Hát meg tényleg akkor miért, oké, ott van Messinek ez a gólja, akkor eleve az, hogy a Napoli szabadrúge, vagy szögletből kap egy gólt a Barcelonától. Tehát, hogy ez se az a kifejezetten. Tízlelgessük, igen. Kulibáli van a védelemben. Meg. Nem is értem. Igen. Tehát, hogy... és ez egy túlságosan nagy handicap, érted az ellenféle szemben. Ez nagyon jó felvetés. Az, hogy uralták a meccset, az nekem egy erős túlzás, pont emiatt, amit az előbb beszéltünk, de hogy kicsit olyan, mint hogyha tudod azt, hogy jön a vihar, akkor felvesz egy esőkabátot, és olyan, aki alkalmazkodik. De a Barca az inkább nem tudom, talált egy ilyen spározacskót, és így a feje tetejé, vagy feje fölé tette, és hogy így ment végig, és megúszta, úgyhogy ne legyen vizes, de hogy inkább ilyesmi érzése volt az embernek. Hát igen, vagy... Bocs, ezekkel a hasonlatokért. Nagyon most jó. Éppen ez jutott eszembe. De hogy... Nem, hogy volt otthon egy jó hajszárítója, amivel azonnal meg tudta szárítani a ruháját. De hogy nehéz elképzelni azt, hogy Barcelonáról, hogy egy Bayern ellen... Nyilván benne van az, hogy tovább juthatnak, mert mondjuk az ilyen Lionel Messi-k el tudják ezt vinni ilyen nagyon bolond irányba, de hogy
az, hogy a Barca bármiféle dominanciából fakadóan így uralja a játékot, én ezt nagyon nem látom. Na mi lesz azon a meccsen szerintetek? Mert itt azért szerintem... Simán, én szerintem nagyon simán benne van az, hogy a Bayern kifújja a Barcelonát. Meg elsősorban az egy ilyenét. És ebben az lesz a nagyon szép értet, hogyha ez tényleg egy ilyen szezon közben kinevezett korábbi másodedző teszi meg. Arról már egyébként kaptunk valami képet? Szerintetek azért most már lejátszottak jó néhány Európa Liga meccset, túl vagyunk a Bajnokok Ligája 8-et döntőkön, hogy vannak-e ilyen sztereotípia-szerű tapasztalatok azzal kapcsolatban, hogy melyik csapat, melyik bajnokságból érkezve milyen formában, milyen frissességet produkál? Hát egyelőre nagyon nehéz szerintem ezzel kapcsolatban bármi. Én nem látok mindent, azért kérdezem. Igen, nem tudok észrevenni, és amennyire féltettem mondjuk a Bayernt azzal kapcsolatban, hogy milyen lesz, akkor nekik ilyen egy hónap kihagyatás után a Lyon dettó, tehát nagyon, nem egyetlen náluk, meg tényleg majdnem fél évet nem játszottak, és aztán mégis sikerült a Juve-t kiejteni. Ott vannak a spanyolok, akik megint csak egy héttel korábban fejezték be, például, mint az olaszok, úgyhogy nagyon nem nehéz. Nem tudunk szerintem ráhúzni erre ilyen. Tehát itt most a Barcelona-Bayern viszonylatban kérdezem, hogy ott... Igen, a viszonylatban gondolkodom, de hogy próbálok tágabban is, mert én ugye a francia csapatokat nézve, én azt láttam, hogy hihetetlen ritmustalanok voltak, de borzasztóan. De aztán úgy a PSG már így a sörmecsek végére, meg a Liga Kupa döntőre már szerintem úgy egész felvette a ritmust. Talán nem tudom, hogy ez mennyire általános. Én azt figyeltem meg, azok a csapatok, akik nagyon erős letámadásokat használtak, vagy az az alapjátéka, vagy az alap eleme a játékuknak, az egy kicsit, mintha megtört volna a Covid visszatérésre. Mert hogy alapból intenzívebben használták ki ezeket az időablakokat, hamarabb elfáradtak, és emiatt ritmustalanabbá váltak, fáradékonyabbak. Tehát egy Atalantánál szerintem nagyon lehetett érezni azt, hogy a bajnokság vége felé már azért úgy kezdett szépen leereszteni a lufi. Abszolút. De hogy egyébként egy Sevillánál is ezt láttam, hogy azért ők is egy kicsit már kicsit ilyen ritmustalanabbá váltak. Na de akkor szerintem térjünk is át erre a Paris Saint-Germain Atalantára, ami én azt mondtam, és... ezt azóta is tartom, hogy a Paris Saint-Germainnek az lehet a legnehezebb majd, hogy nem játszik soha olyan... Nincs játékosok, hogy... Nem játszik soha olyan típusú csapat ellen, mint az Atalanta. Sem a francia bajnokságban, sem egyébként úgy. Ja, na mondjuk az Atalanta stílusát azt kevesen mondhatják, vagy valhatják magukének, de azt az extrém játékrendszert... Bocsát, a Real City-t elengedjük, vagy... Nem. Ja, nem csak, hogy előre mentünk a következő fordulóra. Ja, nem, hát azt gondoltam, hogy ott majd a City Lyon kapcsán mindenképpen beszélünk. Hát a PSG Atalanta, igen, tehát hogy ez a felvetés szerintem teljesen helytálló, vagy jogos, mert most eszembe jutott még egy hasonlat, elnézést kérek, de pont ez ilyen, hogy van egy sarki ABC mellettünk, az a neve egyébként, hogy Fapuma. És néha szoktam ott vásárolni, hogyha mit sürgősen kell venni valamit. És persze komótosan ott bepakolok meg minden, meg nem is nagyon zavar, nem jönnek be olyan sokan. De amint az Aldiba megyek, én ha 3 tej lemaradásban vagyok a szalagnál, én pánikrohamot kapok. És hogy valószínűleg hiába tudom azt, hogy persze tudatosan oda megyek, és már előre megyek az acskóval, egyszerűen utolérnek. És hogy valószínűleg egyébként egy PSG is valami ilyesmi lesz szerintem egy letámadással, amit soha egész életben nem látnak egész évben, hogy így hirtelen megérkezik Zapata, és Jézusom. Jó, nyilván most karikatúra az egész, de hogy... Hát nem, meg mondjuk Zapatának a méretéből, meg az izom mennyiségéből ezt úgy nagyjából kis de lehet következtetni. Igen, tehát hogy mint játékelem az a letámadás, az biztos, hogy fájni fog a Párizsnak. De egyébként meg gyakorlatilag a fél csapat kidőlt most, mert vagy sérültek, vagy mert lejárt a szerződésük, ugye nincs Thomas Meunier, aki azóta elég szépeket mondott egyébként a párizsiakról, hogy mekkora bulik voltak, és hogy ő mennyire beleszokott ezekbe, és hogy hát hihetetlen erezdel a hajam, ilyen harmadik félidők voltak. De hogy egyébként ő szeretett volna játszani, még a Dortmund ellen, de aztán, hogy nem engedték, tehát hogy ilyen, na mindegy, szóval ő szeretett volna maradni, és most mivel nem hagyták, ezért most egy kicsit így visszaköpkött Leonardo felé. Na, szóval ő nincs, Cavani nincs, Di Maria eltiltás miatt nincs, ugye kiesett Mbappé még korábban, most a legutóbbi hír az Verratti. Verratti is ugye nincs, de mindjárt kitérek ő rá is, de hogy Mbappéról most az a legfrissebb, hogy Thomas Tuchel tegnapi nyilatkozatát néztem. Mondani. Ugye a meccs végére? Igen, hogy a ékes franciásággal mondta, hogy a meccs végére Mbappé azért majd valószínűleg be fog ugrani. Vagy egyébként ez gonosz, mert Tuchel meg tök jó beszél franciául. Az a vicces, hogy úgy beszél, de makulátlan a francia, csak ilyen erős német akcentussal. És néha, ha nem jut eszébe egy szó, akkor azt egy angollal kipótolja. És én mondjam, hogy Mbappé, il est fort, il est rapide.
Ilé a mastermind. De ez az, akkor lenne igaz, mint imádom, most pont egy Nagelsmann interjút hallgattam tegnap a Kickernek a podcastjában, és azt bírom nagyon a németekben, hogy ha használnak is angol szavakat beszéd közben, akkor hiába beszélnek németül, átváltanak azonnal, próbálnak ilyen angol akcentusra. Ah, igen. És ilyen lehetetlen dolgok jönnek ki belőle. De most ebből az lett volna különösen szép, hogyha ezt Unai Emerytől halljuk mondjuk még annak idején, akinek szintén nagyon vicces voltak a francia nyilatkozatai, de ha még ezt a jó angolságával megspékeltük volna, akkor aztán egészen kiváló dolgok kerekedhettek volna belőle. Unai Emeryről ez a toll, most az aláírásnál nem biztos láttátok a képet. Nem ért hozzá a... Nem, igen. Na, de hogy egyébként így visszatérve az Atalantához, nyilván a legnagyobb ilyen gyenge pontjuk az az, hogy húzatot kapnak, hogyha a letámadás után. És hogy ahhoz viszont be kell tudni játszani a mélységet. És egy PSG-nek kiváló eszköze van erre Mbappé személyében, de hogy ugye ha nincs, akkor az látjuk, hogy mennyire limitált. És ez a Liga Kupa döntőn is látszott, amikor Icardi és Neymar voltak, akik... Tehát Icardi-tól várták el azt, hogy lépjen vissza és kérje el a labdákat, és ebből ilyen nagyon vicces helyzetek kerekedtek ki, hogy ha megpróbálták lekontrázni a Lyont, akkor Icardi visszalépett, és oda a középpályáról elindult a labdával. És ott, ez nagyon Icardi is egyébként. Igen. Nagyon Icardi is volt, és azt láttad, hogy Denayer így lefutja. És a másik meg ugye Neymar, aki nem ez meg, az erőssége. És aki meg Neymar, aki ugye általában, hogyha egy kicsit reped a ház, akkor még inkább túlvállalja magát, és még több labdát akar érinteni. És egyébként Verratti-val szerintem Verratti kiesése még inkább meg fogja változtatni Neymar játékát. De hogy az szokott lenni, hogy akkor még több labdát kér, és akkor megpróbál mindent egyedül megoldani. És belevezeti a falba, túlcselezi magát, eladja. De hogy általában az, hogy ő lép vissza, és kéri lábhoz a labdát. És a Lyon ellen meg az volt, hogy akkor oké, szoktették, és akkor azt látod, hogy Neymar futott, és ő próbálta meg a mélységet bejátszani. Tehát, hogy ilyen nagyon, nagyon ilyen testidegen, meg ilyen furcsa helyzetek kerekedtek ki, és hogy a Párizsból én nem látom azt, hogy hogyan tudnak úgy alkalmazkodni egy Atalanta ellen, hogy ezeket a nem 10 méter, hanem inkább ilyen 20-25-30 méteres sprinteket ki fogja majd levágni. És kiadja hozzá a labdát. Paredes? És hát most az a mondás, hogy egy ilyen, hát a szokásos Marquinhos 6-osban, és akkor mellette Gay, meg vagy Paredes, vagy Ander Herrera. Ami azért így... Hát ami Ander Herrera egyébként... Most végigúzom a körmelet a kréta falon. Igen, csak hát mondjuk, hogyha dinamikát meg gyors léptű játékosokat szeretné a középpályára egy Atalanta ellen, hogy ne rohanjanak át rajtad, akkor nem biztos, hogy Ander Herrera például a legjobb megoldás, nem? Én azt gondolom, hogy nézegettem, hogy az Atalantát, hogy hogyan játszották ki egyesek, és Conténak voltak ezek a megoldásai, hogy mire... Nem csak, hogy a mikrofont eltartod magadtól, akkor... Bocsánat. De hogy Conténál voltak ezek, ugye középhátvéd kihozza, és általában ugye a két belső középpályás, az így szépen így elhúzza magát, és ez ugye gyakorlatilag mind a vörös tengeret így, meg Mózes a vörös tengeren így kinyitja, de hogy, és akkor visszalép ugye egy csatár, megkapja, és akkor ő elkezd kombinálni, és hogy most egyébként pont olvastam, hogy Tuchel egy ilyen gyémánt alakzatú 4-4-2-t játszott tegnap edzésen, ahol Neymar a tízes. És hogy lehetséges az, hogy az lesz, hogy akkor ez az izmos középpályásról, akit most felsoroltunk, az majd szépen így elmegy az útból, és akkor Thiago Silva majd szépen Neymarnak játsza be, aki meg majd lefordul, és akkor onnantól kezdve meg szerintem az a mondás, hogy akkor old meg valahogy. De hogy Sarabia, mint csatár, aki bennük beugrik. Van azért a lehetőség, hogy megoldják, tehát hogy a minőségben nem nincsen probléma. Szerintem Mbappé is azért játszani fog, nem? Tehát, hogy... Hát Mbappé nekem kicsit olyan döntés lenne, mint Dybala a Juventusnál, hogy bedobott, nagyon okos volt, igen. Nyomott egy Diego Costát. Hogy... Abszolút. De hogy az arról árulkodott nekem a Juventus részéről is, hogy nincs más kártyád, az egy bluff. Tehát, hogyha bedobod Dybalát, nincs semmi más, amit bedobhatsz. És a Mbappénál is egy kicsit azt érzem, hogy nincs más, mert egyrészt a keret is szűk, a sérültből is nagyon sok van. Jó, de ez azért egy elképesztően nagy lehetőség, nem? Tehát már mint a PSG számára. Az, hogy egy Atalantát kapsz, utána majd egy Atletico Madrid Lipcse győztest. Persze, most szerintem mind a két csapat így áll hozzá. Tehát, hogy az Atalantának ott van az, hogy most ez a mi évünk lehet, mi lehetünk az új Ajax, az új évben. Minden négy csapat szerintem, mint a felső ágon így van ezzel körülbelül. Tehát nyilván az Atletikónak is baromi nagy lehetőség, a Lipcséről nem is beszélve. Igen. És a PSG-nél meg ott van az, hogy oké, 9 éve van sok pénzünk, és 9 év alatt gyakorlatilag több ilyen bukót jegyzett meg a világ rólunk, mint bármilyen sikert. Tehát, hogy nekik most, ők most... És ugye Thiago Silvánál, hogy ott van az, hogy neki ez már az utolsó 1-2-3 meccse.
Tehát, hogy ő is bizonyítja. Ő legalább maradt még a... Igen. Ezt megoldották a többiekkel ellentétben. Igen, és szerintem az nagyon vérciki lenne, még akkor is, hogyha mi tudjuk, meg tudja szerintem a futballhoz kicsit is konyító világ nagy része, hogy ez az Atalanta, ez mit tud, de nagyon nehezen kommunikálható dolog lenne az, hogy egy Atalantával szemben egy ilyen helyzetben elbuksz Paris Saint-Germainként. Tehát, hogy... Rá lehet fogni a sérültekre, hát Tuchelnek is ott a gipsz alá. Na, hát akkor nézzük a másik meccset ezen az ágon, az Atletico és a Lipcse összecsapását. Hát ha említettem ezt a Nagelsmann interjút, nagyon tetszett egy része, amivel aztán ott a német kollégák is bővebben foglalkoztak utána, és valahol viccesen hangzik, valahol meg tök egyértelmű, amit mondott Nagelsmann, hogy arra kérdeztek rá, hogy hát mit tud kezdeni egy edző azzal, hogyha egy olyan ellenféle találja szembe magát, mint az Atletico Madrid, amely nyilván rájátszik mindenféle szituációkra, ott szúrnak ki velük, ahol tudnak, tényleg csípnek, rúgnak, harapnak. De azt is hozzátették, hogy nyilván a Simeone nagyon sok mindenben hasonlít Mourinho-ra, rajta már ugye átlépett a Lipcse, és ugye erre az egész témára azt mondta Nagelsmann, hogy hát nyilván a spanyol bajnokságban ezt Simeone könnyebben megengedik maguknak, és sokkal egyszerűbb dolguk van azzal kapcsolatban, és hogy nyomást helyezenek például a játékvezetőre, de hogy szerint egy nemzetközi kupameccsen azért ez jóval nehezebben működik. Ez önmagában tök jól hangzik, csak közben meg azért láttuk ezt az Atletikot azért az utóbbi években, és azért Simeone átidalta ezeket a problémákat szerintem már többször is a korábbiakban. Igen, itt is egyébként szerintem az a fő kérdés, meg az egy nagyon érdekes felvetése ezzel kapcsolatban, hogy amikor egymeccses párharcokról beszélünk itt az Európai Kupában, akkor az a Nagelsmann-féle frissesség, amit mondjuk taktikai értelemben el lehet mondani a Lipcséről, az lehet-e döntő, vagy az, amit itt pont Simeonéval kapcsolatban mondtál, az a Marco Simonéval kapcsolatban. Igen, nem, ami, tehát egyrészt az a rutin, amivel az Atletico játékosai most már nagyon hosszú évek óta fel vannak vértezve nemzetközi szinten. Másrészt az, hogy Simeonétól nem várunk újat, tehát nem várjuk azt, abszolút, hogy ő majd valami egészen extra taktikával meg fogja lepni a Lipcsét, ezt inkább a másik oldalról, de hogy mi számíthat egy ilyen egymeccses párharcban a legmagasabb szinten? Fia, az Atletico is egy épülőben lévő csapat, és akik erről szólt az egész szezonjuk, de mint hogyha összeálltak volna azért egy kicsit a szezon végére. A Lipcse meg pont, hogy szép esőben van. Ez már Simeone csapat, nem? Tehát, hogy ezt nem mondhatjuk. Igen. A Lipcsénél meg tényleg azt látom, hogy főleg az, hogy aztán még Werner is kivált ebből a szerkezetből, tehát egyébként is mutattak egy szétesést így a tavaszi szezonra, meg így a... Pont ezt akartam mondani. Tehát, hogy ha az előbb beszéltünk arról, hogy az Atalanta és a letámadó stílusú csapatok voltak azok, akik egy kicsit gyengébben jöttek ki ebből, szerintem a Lipcse is valami ilyesmi mintát mutatott. Meg ott ráadásul tényleg azt is éreztem, hogy volt egy csapat, amelyik végigcsinálta a szezon első felét, és aztán jelentősen belenyúltak azért a második felére, ugye azzal is, hogy Angelinhót beépítették a csapatba, ami úgy sikerült, ahogy, akkor ugye Dembélé kikerült a középpályáról, aki nem volt feltétlenül nagyon meghatározó tagja ennek a csapatnak, de mégis azért ott volt folyamatosan, és azt gondolták Lipcsében, hogy ez gond nélkül fog működni szerintem ez a tovább lépés, és azért mégis megérzi, már ezt is megérezte a csapat, azt meg, hogy Timo Werner nem lesz ott, az annak meg szerintem beláthatatlanak egyelőre a következményei. Kiderül, hogy ezt hogyan tudja áthidalni a Lipcse. Még egy pár harcról, te negyed döntés, az nyolcad döntés során nem beszéltünk, ugye a Lyon is ellenfélre várt, és végül is megtudta, hogy nem a Real Madrid lesz az, hanem a Manchester City, amelyet mondjuk a bookmakerek továbbra is a legesélyesebb csapatnak tartanak a Bajnokok Ligája megnyerésére. Nehéz ezzel szerintem vitatkozni. Én ezzel a meccsel voltam úgy, hogy hosszú összefoglalót láttam, és javítsatok ki, hogyha ezt rosszul érzékeltem, de nekem az volt végig az érzésem a helyzetek, meg ezt a 20 percet végignézve, hogy itt ezen a meccsen azért az történt jó részt, amit a Manchester City akart. A Madridnak inkább csak ilyen villanásai voltak, meg olyan pillanatai, amikor érezhették azt, hogy na, talán itt egy momentum. Így van abszolút, de mégis az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy ha csak az egyik nincsen Varannak a baklövései közül, akkor azért nagyon alakulhatott volna másként ennek az egésznek a vége, és nagyon, nagyon baromira sajnálom, hogy ez az egész így ért véget. Jó, nyilván ebben az is benne van, hogy én nagyon hittem abban, hogy a Real ezt meg tudja fordítani, de hát ez egy nagyon dicstelen kiesésnek tűnik így pontosan, és Varane sajnálom a legjobban ebben az egészben. De miért aztán... dicstelen? Hát pont a legerősebb csapat ellen esett ki a De amúgy jön az egésznek, tehát, hogy tényleg, hogy egy olyan csapat, amelyik tényleg alig kapott gólt itt az újraindítást követően, meg vereségem aztán végképp ugye nem volt, és hogy két ilyen baklövés is egy meccsen ráadásul, ez, na, szóval nem hiszem, pláne egy olyan párhasznál, amit nagyon vártunk, még szerintem az első meccset követően is, hogy na ez itt most tényleg egy barom izgalmas meccs lehet majd, és aztán az lett a vége, hogy már második félidőben inkább átkapcsoltam a Juve meccsre, úgyhogy... Váramban benne volt ez? Hát ő se vásárolt az Aldiban ezek szerint.
Ez egy érdekes kérdés, hogy Varánról egy kicsit, ez a Sergio Ramos tényező, hogy ez mennyire nyomós érv Varánnak a játékában, és hogy őról azért lehetett, tehát a francia válogatottban ütközik ki igazán az, hogy ő azért nyomás alatt nem mindig hozza meg a legjobb döntéseket, és hogy ott azért is jön ki ez, mert a francia válogatott azért nem feltétlenül mindig ezt a domináns játékot próbál megjátszani, hanem néha egy kicsit az ellenfélnek átadja a labdát, és olyankor látszik az, hogy azért úgy jobban megkeresik őt is, és hogy lehet, hogy ez egy kicsit ez az önbizalmi kérdésről is szól szerintem, hogy nincs ott Sergio Ramos, hanem Militao van ott, nem biztos, hogy ha én elkövetek egy hibát, akkor már ott lesz mellettem, aki eltakarítja az én szemetemet, tehát hogy lehet, hogy ez is benne volt, és mondjuk ellentétben Ádival én nem éreztem ezt, hogy, tehát, hogy, mint ahogy a Barca meccsen is, hogy ez bár akár az ellentétje is lehetne, én nem éreztem ezt a meccsen, mert amennyire a Cityről látjuk azt, hogy milyen, mit válasz, meg Guardiola is hogyan játszatja a csapatát, most azért egy kicsit megint csavart ezen. Egyrészt Fodennel, akit betett ilyen hamis 9-esbe, ami kicsit megint a semmiből jött, de hogy ezzel tök jól lekötötte ugye a Casemirót, de hogy a másik oldalról meg az alapjáték is annyiban megváltozott, hogy azt éreztem, hogy ez már tudatos, hogy nem úgy, mint a Barca, hogy passzívan, hanem az van, hogy... Guardiolánál minden tudatos, tehát ott de hogy Guardiolánál megszoktad azt, hogy oké, elvesztjük a labdát, gyorsan visszaszerezzük, és akkor jön az a 15 passz, amíg megint ez a felveszük a struktúrát, mindenki elfoglalja a pozícióját, türelmesen kivárunk, és akkor felfelé építkezünk, és most itt nem volt, tehát hogy néztem a meccset, és olyan volt, mint hogy direktebb volt a játéka. De egyébként ez nagyon érdekes, azért mosolyogtam, csak hogy Foden 9-esként, vagy hamis 9-esként való alkalmazása, az mennyire meglepő volt, még szerintem ilyen 3 vagy 4 fordulóval voltunk a Premier League vége előtt, és volt egy sajtótájékoztató, amin hosszan kérdezgették erről a Guardiolát, hogy akkor most nincs Aguero, Gabriel Jesusnak hol a helye, ki lehet középen a támadósorban, és 3 nevet mondott, ugye hát Sterling magától értetődően, Fodent és Gündoánt, hogy ők 3-an tudják játszani, hogy erre úgy kigondolt volna. Hogy... Ez igen. És Alaba. Fabregas. Őt mindenbe beleteszi. Tehát, hogy azért ne lepődjünk meg nagyon, hogy Halion ellen majd Gündoán kezd centerként, mert ez is egy elképzelhető terv. Az a kérdés szerintem itt a Cityvel kapcsolatban, és ez itt a Lyon elleni meccs kapcsán majd kijön, hogy tudjuk persze, hogy mindig a következő ellenfél fontos, meg arra készül, de vajon... Meg a 3 pont. Főleg itt ebben a 8 csapatos tornán a 3 pont megszerzés az elengedhetetlen. Szóval van-e, és volt-e terv Guardiola fejében arra, hogy mi lesz itt a Lyon ellen? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Hát ugye ő már szaladt bele egy pofonba Lyon ellen. Méghozzá nem ez is kicsit, Bruno Genesio ellen. És egyébként az óriás. Aki utána elmondta, hogy hát ő végül is körülbelül azon a szinten van, mint Guardiola. Ez a meccs után is sajtótájékoztatón elhangzott, hogy igen. Ő végül is a francia Guardiola. Abszolút. Vagy kondás elemért. Tehát, hogy... és most megkérdezték egyébként, pont a mai Likiben van benne, hogy annak idején hogyan verték meg, ugye meglepték, azt hiszem az Etihadban verték meg a Cityt, vagy ott csak döntetleneztek, nem emlékszem. De 4-3 volt azt hiszem az összesített eredmény a két meccsen, valami ilyesmi rémlik a Lyonnak. És egyszer nyertek, és egy döntetlen. Igen, azt hiszem 2-2-2-1, vagy valami ilyesmi. Igen, és akkor megkérdezték Zinéziót, hogy készítette fel a csapat, és azt mondja, csak a mentális. Pozitív képeket vetítettünk nekik arról, hogy milyen jó megoldásaik vannak. Dolágsali Robert a Vimeto, izgalmas talán. És endom bele! Fordulj le! De tényleg, nem tudom, a bátor Fernandinho megcsípi az orrát. Úgyhogy tehát nyilván Zsinézióra nem lehet ilyen szempontból támaszkodni, de az megnyugtató a Lyon részéről, hogy azért a középpályájuk elég sok oldalú, és eléggé, tehát hogy tudnak mit kezdeni a nyomással, tehát egy Aouar le tud fordulni, ki tudja cselezni magát, meg tudja törni a letámadásokat, Kakré most fedezi fel a világ, hogy azért egy nagyon ügyes kisrác. És akkor mellette még ott van Jeffrey Nadalaid, aki mondjuk szerintem inkább csereként fog beugrani, de ő is ilyen értékes perceket tud megnyerni azzal, hogy nyurga lábaival ott szépen már kicsit túlcselezi magát, de általában az van, hogy megszerzi. Nyurga lábaival! És állását!
És hogy, de hogy, tehát, hogy ha Adelaide-nál van a labda, az már egy másfél percet tudod, hogy akkor megtörik a játék, mert hogy, és hogy ezzel szerintem ki tudjak venni. Tehát, hogy a Lyonnak szerintem van egy olyan profilja, hogy kicsit ez a City számára ez a pain in the ass csapat. Hmm. Akit egy kicsit kellemetlenebb úgy kijátszani. És akkor megint jó, persze ezt mondja rá előtt is, hogy láttuk, hogy ebben a szezonban a Cityt hogy lehet megverni, és hogy milyen fegyverekhez fordult például az Arsenal ellenük az FA Kupa elődöntőjében. Látom valahol ezt magam előtt, csak abban nem vagyok biztos, hogy ezt fent tudja tartani. Majdnem azt mondom, hogy két meccsen keresztül a Lyon, de... Azt látom, hogy a Lyon ki tudja, esetleg tud védekezni, hogyha nem az, hogy a másik percben valahogy, nem tudom, Sterling így egy De Bruyne kontrából valamit benyelnek. Tehát azt látom, hogy a védekezések az helyén lesz, azt nem látom, hogy gól lesz, hogy lesz ebből. Hosszabbítás 11-esek. Igen, hát, és hogy ők szerintem pont ők tudatosan... City, hogyha valaki ellen a City ellen pont lehet gólokat szerezni ebben a szezonban, tehát hogy ott azért a hiba az ugyanúgy benne volt a védelem. Mert én inkább azt nem látom ebben, hogy amit talán mondtál is itt a Lyon kapcsán, hogy a Juventus elleni meccsnek is így állt neki a Paris Saint-Germain ellen, a kupa döntőnek is, hogy elrontsuk az ellenfél játékát. Szerintem a City ellen ez nagyon-nagyon ritkán szokott sikerülni. A Cityt úgy verte meg az Arsenal is az FA Kupa elődöntőben, hogy lemerte támadni, hogy unortodox megoldásokra van szükség a City ellen ahhoz, hogy sikeres lehessél. Egyszer-kétszer van ilyen hiba a Matrixban, mint a Newcastle elleni meccsük, meg egy-kettő olyan, ami ebben a szezonban lecsúszott. Igen, de ott sem. Tehát ott is a Hasenhüttl féle letámadás vezetett eredményre. A Lyon ezt nem tudja. Azt azért nagyjából... Kikérem magamnak. Egyébként nyilván nem tudja. Ráadásul azt hiszem Maxwell Cornet ugye most a bal szárnyvédő vagy kiesett, vagy eltiltást kapott. És most az a kérdés, hogy ott ki lesz, és akkor most vagy Joachim Andersen teszik be a védelembe, és akkor Marsa megy ki. Azért megint lehúzom a körmömet a krétatában. Vagy esetleg van most egy kis fiatal srác, a Melvin Bard, aki egy ilyen kicsit ilyen lizarazú, Kieran Tierney profil, tehát hogy valahol a kettő között. És a sörmeccseken nagyon, nagyon ügyesen játszott, csak szerintem Garcia még nem bízik meg benne eléggé, mert fiatal és nincs elég tapasztalata. De hogy tehát, hogy nem, tehát, hogy ők azért ez az alacsony blokkos csapatban az utolsó 30 méterünket védve azért úgy ügyesek, ki is tudják hozni a labdát, hogyha arról van szó, de az ellenfél utolsó 40 méterében viszont teljesen fogalmatlanok. Tehát egy Depay, oké, elmozog ugye a vonalak között, meg Dembélé vagy Toko Ekambival még tudnak, tehát, hogy nem tudnak mit kezdeni. És hogy én ezt nem látom, hogy a City nem biztos, hogy ezeket a területeket annyira meg fogja adni. Vagy legalábbis, ha megadja, akkor is le fog tudni csapni rá. Én tényleg ebből indulok ki, hogy azok a vereségek, amik egyébként becsúsztak a Citynek, többnyire azok is egyébként meglepő módon, de mondjuk a Liverpool még az első meccsen, a Chelsea, a Norwich, ugye, ott is, hogy hasonló dologról, meg filozófiáról beszélhetünk, egy Southampton, ezek mind egy Arsenal az FA Kupa elődöntő, mert ezek mind azért megfogható dolgok miatt történtek meg, vagy ott amellett, hogy persze nagyon sok balszerencse is kellett hozzá a City részéről, de ez nem nagyon szokott beválni. Hogy akkor most majd beállunk védekezni, és akkor majd elrontjuk a játékot. Citynek nem lehet elrontani a játékot. Olyan támadó gépezete van annak a csapatnak, meg olyan szinten átgondolta az összes támadásépítésük, hogy ez csak úgy, hogy majd itt dobálunk ilyen kis petárdákat, és akkor azzal megzavarjuk őket, az nem lehet. Nem, az biztos, hogy nem, de szerintem ők az egyetlen forgatókönyv, amiben egy Lyon tovább juthat, az, hogy egy ilyen bankrablás történik, mint a United. A Lyoni banda. Mint a United, amikor a PSG-t megverték, ugye, és úgy mentek ki, de ezt ugye be is ismerték, hogy a Pogba meg Rashford mondta, hogy az volt a lényeg, hogy ne kapjunk sok gólt. És az volt a mondás, hogy oké, akkor várjunk ki. Intézzétek magatok, nálatok a labda, mi várunk. És szerintem a Lyonnál is, hogy ott lesz az, igen, hogy... Kimpembe. Azaz. És akkor majd lehet, hogy nem tudom, Stones véletlenül, nem tudom, a kezébe belenyúlt. De hogy max ennyi, és hogy 70-75 percig azt fogod látni, hogy a Lyon várni fog türelmesen, és aztán lehet, hogy az egy-két ilyen 5-10 perces szakasz, amikor a Citynek így a koncentráció alább hagy, akkor esetleg egy Aouar bal, hogy becselezi magát és bebotlik. Tehát, hogy maximum ennyit látok ebben. Meglátjuk majd. Itt azért most már azzal, hogy abban a szempontból tisztában kép, hogy nem 12, hanem 8 csapatról beszélünk, még egy döntő tippet kérek mind a kettőtöktől. Atleti Bayern. Ó, az bevállalós. Krisz? Akkor mondok egy
Atalanta City-t. Aha! Az Atalanta tippem volt nekem is, még akkor az egész sorsolás összejött. Most az azt hittem, hogy lesz ugyanaz, de nem. Én PSG City-t mondok, tehát hogy... PSG City? Hát nagyon ilyen mainstream módon. Tegét lefizettek, hogy nem, de szerintem ez a legvalószínűbb. Atlétiben ilyen. Na, jó, ez tök jó. Akkor ezt majd visszahallgatjuk, vagy majd visszaidézzük, amikor megtudjuk. Ugye jönnek most a negyeddöntők, aztán utána most minden nap lesz meccs, mert utána az Európa Liga elődöntők, majd a Bajnokok Ligája elődöntők, és ott lesz majd a Bajnokok Ligája döntő előtt, ugye az Európa Liga döntő után egy nap, hogyha jól emlékszem, 21-23, így van. Úgyhogy nézzétek a meccseket, meg hallgassátok továbbra is a teljes terjedelmet. Köszönjük, hogy most meghallgattatok, Kriszt, neked meg nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok! Sziasztok! Adi.